A Hunyadi téri piacon is készülnek a közelgő március 8-ai nőnapra. Sorakoznak a szegfűk, a jácintok és a tulipánok a hatvani kereskedőknél. A forgalmuk ilyenkor jelentősen megnő, annak ellenére, hogy az árak idén sokat emelkedtek. Tulajdonképpen itt most már, ha azt nézzük, a nőnap az most már azért jobb, tehát nagyobb forgalmak vannak, mint valamikor volt. Hát a Valentin nap az úgy látom nálunk azért az nem nagyon jött be, de a nőnap az most elég kitartható. A városban többen választanak a virág mellé különféle kiegészítőket is. Egyre divatosabbak a virágdobozok, vagy azok a tavaszi virágból készült csokrok is, amelyek valamilyen díszítő elemet tartalmaznak, de ezek mellé a csokoládé sem maradhat ki a sorból. Legtöbbször virággal mindenképpen, és egy kis bombon mindenképpen. Próbálok én készíteni valamit, de a virágot azt minden évben próbálom betartani. Legutóbb például mit ajándékoztál? Legutóbb készítettem egy kis ékszertartó dobozt fából, és akkor mellé szárrózsa. Mindig is virágimádó voltam. Szerettem a földmunkát, szerettem a virágokat, visszamenőleg szüleimtől is. A nejem az általánosságban, ha csak a hegyre megyek ki valaminek, és látok két virágot, azt is leveszem és hazahozom. Tehát otthon általában mindig van virág a vázában. Átlagosan 1000 forintot szánnak a férfiak egy virág megvásárlására, de előfordulnak olyan esetek is, amikor 50-100 szálas virágcsokrot kérnek a vásárlók. Az orchidea számít idén is a legdrágább virágajándéknak nőnapra.